be alive. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky. Mindennek tökéletesnek kell lennie. Nem hiányozhat semmi. Letörölted már a polcokat? Hát persze, végül is azért virasztottam a gimiben hosszú éjszakákon át, hogy egy ismeretlen, valószínűleg előítéletes gázsónak szépítsem a környezetét, hogy rendben legyen a fengsúlya. Arról nem beszél. Már ötször költöztek ki tőlünk az elmúlt két évben. Mindig szobatársunknak nehéz volt az első este. Az egyik például egész éjszaka sírt. Biztos valami rossz hírt kapott otthonról, hisz másnap haza is költözött. Volt egy olyan, aki első nap elment iskolába, és többet nem láttuk. Itt hagyta minden cuccát, azóta is keressük. De ez most nem fontos. A lényeg az, hogy nekem kell egy új szobatárs, és ezt most megtartom. Nekem kell egy fehér barát is. Arról nem beszélve. Nyertem OKTV-t, prózamondó versenyt, nagy presztízsű ösztöndíjakat. Ja, és nem mellesleg én vagyok az első a soron, aki önállóan tudja leírni a nevét. Hova tűnt onnan a virág? Azt nem. Hol van az a virág? Annak ott kell lennie, hogy megteremtsük az ő légkörüket. Az ő légkörük? Az egész világ az ő légkörük. Ez a 25 négyzetméter, ahol nem vagyunk kisebbségben. Ha igazán be akar illeszkedni, megteheti értünk, hogy kibírja a dudvája nélkül. Ricsi számára nagyon fontos a magyar kultúra. De mivel telepen nőttünk fel, és szegregált iskolába jártunk, nem igazán találkoztunk, csak cigányokkal. Neki ez olyan, mint egy Pussycat Dolls rajongó srácnak, hogyha fél évente beköltözne hozzá valamelyik csaj a bandából, majd ezek a csajok elég hamar odébb állnának, és soha többé nem látná őket. Most jutott el ahhoz a ponthoz, amikor már csak egy lehetősége van arra, hogy valakit ott tartson a bandából. Pontosabban egy srácot az egyetemről. Még pontosabban egy fehér srácot az egyetemről. Fogadok a köszöntő szöveget se tanultad meg! Én nem fogok senkinek egy nyálas nyulambulám szöveget mondani, azért mert azt nevelte belé a társadalom, hogy ő egy kiválasztott lény ezen a nyomorult planéten. De tegnap még el is próbáltad velem az egészet. Még ezt is csináltad. Fejezd be, megkapsz egyet? Hát most nem fog elhallgatni, mert mindig mindenért te vagy a felelős. Azért, mert jött nekem ezzel a lázas dumával a Spartacusból, és közben azt hiszed, te vagy a cigány Malcolm X? Hát nem. Most az lesz, amit én akarok. Akinek nem tetszik, annak fel is út, le is út. Ha nem én lennék, már rég ilyen haltál volna. Ki lennél szolgáltatva mocskos fehéreknek? A megint elszúrtad! Üdvözlünk kis pajtás a béke szigetén, itt mindenki jó barát, és sosincs veszekedés. Hát ez fura volt. Szia, Dani vagyok. Jaj, remek. Tibi, Ricsi, szekrény, WC, ágy. Mit állsz még ott, nem értetted? De... És amúgy... Mind a ketten egyetemisták vagytok? Nem. Karban tartunk, hát mik lennénk? Egyetemisták vagyunk. Akkor biztos zenészek. Milyen hangszeren jártatok? Szerintem te sóborjunk. Ez már Júlia, van Bece nevem. A környéken laktok amúgy? Nem, itt lakunk. Ki ez egy kis sütit? Nagyon csinálta. Nem, kösz. Ez nagyon finom. Ilyen finom, hogy biztos nem ettél. Családi recept. Nagyon. Miért is? Mert az én anyám nem süthet ilyet. Vagy én nem mehetek le a cukrászdába egy szelet mézesért. Annyira túlulnak nézel, hogy szerinted én vakarul nevelkedtem fel? Igazából anyu még életében nem sütött. És még sosem voltam cukrászdában sem. De a zsíros vakarót úgy imádom. Látom, te inkább kekszpálti vagy. Felkészültem erre is. Na én megyek, megdobálom ezeket a mocskos ökösöket. Korrupt egy banda! Fogadjunk, hogy politológiát tanul. És te nem kérsz egy kis sütit? De igen. Ez igen finom. Te biztos ilyeneken nőttél fel? Már, és mondd csak! Reggelette eltelek ti is mindig ilyen teljes műzlit a nagy konyhába, és anyukátok felült a konyhára ilyen cetliket. Aztán fogtatok a hátizsákat a asztalról, és elmentek a nagy kocsival az iskolába. Nem, elég jobban a helyzetlen, amiről beszélsz. Vajas kenyeret vittünk, teát ittunk, és busszal jártunk iskolába. Tényleg?
Igen. Amúgy a tűz mindig ilyen. Nem valami vidám pofa, de akarod este megfolytatjuk egy párnával. Mi? Csak viccelek. Nem vicceltem. Egyszer megpróbáltam megmérgezni. De elnéztem a receptet és galoskodott belőle, és így lett neki. Hát, oké. Okay. Lehet pár kérdésem? Persze, neki még. Várjál! Igazán. Nem tartunk egy kis szünetet? Oké, majd holnap folytatjuk. Oké. Hát te nem félsz, hogy ne nyúlják a legjobb szobákat? Ezt beszélget Ricsivel. Pedig Ricsivel senki sem beszélget. Még én sem. Fogd be, mert ha nem fejezed be, könnyen lehet, hogy kórházba hunyod le a szemed. Kussolj már! És látok. Igazság szerint még csak ebben a szobában voltam mai nap. Nem nézünk kicsit körül az egyetemen? Hát nem. Bocsi, én is érek rá, van egy kis dolgom. De többet nem hagylak egyedül. Jól van. Oké, akkor megyek egyedül fedezem fel az egyetemet. Vigyázz magadra! Császtok! Kész a reggelét. Köszi. Parancsolj. De nekem reggelre sincsen kedvem. Dani még most jött vissza. Biztos történt vele valami. Szerinted jól van? Én biztos, hogy nagyon jól vagyok nélküle is. De most jött vissza. Valami történhetett. Nem kéne megkeresnünk? Tudod, mit kéne megkeresnünk? Hogy mit hozott a táskájával. És kész. Zárjuk le a történetet. És akkor ide kell írnom, hogyha legközelebb nem engednek be a szórakozó helyet. Srácok, tudtam adni egy feszítőmosat és egy símaszkot? Mondtam, hogy visszajön. Te mindenki jött. Gyorsan kellene! Milyen gyorsan? Mindenki jött neked ófáért kell. Tegnap voltam bulizni. Elmentem a dokiba. Ezek a miskolciak nagyon tudnak élni. Igazság szerint a buliból csak három dologra emlékszem. Red Bull vodka, helikopter és egy zsiráf. Elvettem az egész diákhitelemet és jövő héten be kell fizetnem a tandíjamat. Az mindjárt itt van. Hívás, te ügyed. Nem tudok valami módszert, hogy gyorsan, könnyen pénzhez jussak. Miért is? Mert az én fajtám abból él. Nem, csak látok? Neked süt a szemedből a C betű. Nem, csak kialvatlan vagyok. Neki gárdista szemei vannak. Hé, nyugodj! Mit a szemeddel? Semmi. Csak kialvatlan vagyok. Miért? Hogyha nem aludtál, akkor nem tudod tippolni. De van egy ötlet, mit csináljunk? Na jó ötlet volt ez a vásár, de most csináljuk az én módszeremet. Kinyitom az árat, bemegyünk, a legértékesebb dolgot elhozzátok, aztán pedig nyomás! Oké, de miért napban jöttünk? Mert este ilyen nap a burakat van! Bekerülni! Ne, nekem nincs szomjam van! Nem érdekel! Hát most kikészíteni kell menjünk! Ti készítettetek már megint! A legyen van belőletek! Mert a nézés itt meg a járását, a kívüljét a rizsátását, Srácok! Nem úgy volt, hogy minden cigány jól tud zenélni, meg énekelni? Miért? Ez nem volt jó? De! Statisztikailag mi vagyunk a legjobb zenészek a környéken. Bár nincs ritmusérzékünk, és egy hangszer sem tudunk játszani. Nem mellesleg fahangon van. Pedig olyan lett volna, ha keresünk egy kis pénzt Daninak. Én akartam, hogy összejöjjön, akartam, hogy maradjon. Bevallom őszintén. Még én is szívesen segítettem ennek a srácnak. Kíváncsi vagyok rá. Hogy bírta ki mellettünk? Ő az új rekorder. Tibi, megtettünk mi mindent? Nincs, amit mi tehetnénk még? Nem tudom. Nagybátyám uzsorás!
Keresem a szót, hogy elmondjam. Nem hiszem el! Tőled még ez is sem lehet, elveszed az emberi. Sárcsok, nyugi már, nem veszik egyetek, ez az utolsó napom az egyetemen. Sok mindent megpróbáltunk, hogy összeszedjük a pénzt, de végül is semmi sem sikerült. Azt hiszem, ennyi volt az egyetemi pályafutásom. Azért hiányozni fognak a srácok. Jó kis egy hét volt. Nem így akarok rátok emlékezni. Ez nem az utolsó napod. Jaj, Licsi, nyugi már, ne késem a vonatot. Az a vonat nem neked indul. Nyugi. De várj, ez álljál. Ne fogom, kifizettük a tandíjat. Licsinek meg nekem volt egy kis forró pénzünk. Mi? Ez most nem is, ez most tényleg így van? Igen, és elutaltuk a Neptun szállára. De ne örülj, mert jól kell tanulnod, dolgoznod kell mellette, és havonta elfizetned. Állj, ez nagyon király. A rosszabb ír, hogy itt kell laknod, és maradj egy kicsik a kamat. Nem, majd visszafizetek. Nem van. Esküszöm. Visszafizetek. Figyeljetek, kipakolok, és itt megyünk utána megünk.